Az emléktábla Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász alkotása, amit az öreg diákok közadakozásból készítettek el. Most is azzal kezdődik majd a programunk, hogy az igazgató úr beszél a gimnázium aktuális helyzetéről, utána pedig én, mint elnök tartok egy beszámolót az elmúlt időszak eseményeiről és a következő időszak programjáról, majd ezt követően kerül sor a Szepesvári Gábor testnevelő tanár úr emléktáblájának avatása keretében egy laudációra, amit a Olajos István fog tartani, és a végén pedig koszorúzásra kerül sor, megkoszorozzuk a Szepesvári tanár úr emléktábláját, a Bémor tanár úr emléktábláját, az 56-os emlékművet és az úgynevezett pipás diák szobrot, emlékművet is. A szepesvári emléktáblát is közadakozásból sikerült felállítani, mint ahogy korábban Kató néni a B-major emléktáblát, vagy az 56-os emlékművet is. Hasonlóan tulajdonképpen, mint ahogy a Kató néni emléktábláját, vagy a B-major tanár úr emléktábláját, vagy az 56-os emlékművet, ugyanúgy a Szepesvári Gábor tanár úr emléktábláját is közadakozásból, tehát összekalapoltuk tulajdonképpen ezeket. A karcagi után is lesz még találkozója az öreg diákoknak, amiről a közösségi oldalukon lehet tájékozódni. Minden hónapban, novembertől májusig, minden hónapban van programunk, összejövetelünk. Minden hónapban, novembertől májusig van programunk, összejövetelünk a Magyar Tudományos Akadémia székházában.